Az Amerikai Egyesült Államok egyik elnöki gépe landolt a budapesti kifutópályán 1978. január 5-én. A díszes fogadtatás azonban nem az utasoknak, hanem a szállítmánynak szólt. Az elnöki gép ugyanis 33 évnyi távollét után hazahozta a Magyar Szent Koronát. 11-szer hagyta el a Szent Korona Magyarországot, ami páratlan az európai felségjelvények történetében is. A külföldi tartózkodások összesen 135 évig tartott. A Szent Korona, ami legfontosabb kincsünk, életének egyhatodát külföldön töltötte. Az utolsó hazatérés azonban ilyen szempontból speciális, ekkor nem koronázásra tér vissza. Hogy került az Egyesült Államokba a Szent Korona? Kik és miért menekítették el? Miért rejtették a föld alá Ausztriában? Hogyan lett a magyarok szenterekéje, krimik és kontinenseken átnyúló diplomáciai játszmák központi szereplője? A történet szálai egészen 1920. június 4-éig, a trianoni országvesztésig és az azt követő időkig nyúlnak vissza. A Horthy rendszerben a Szent Koronának kiemelt szerep volt, nemzeti szimbólum volt, a Szent Korona nevében hirdettek bírósági ítéleteket, és a Szent Korona jelképezte az összes magyar lakta területet, így az elcsatolt területeket is. A revízió kérdésében konszenzus volt, és a revízióhoz kapcsolódott a Szent Korona. Nem meglepő hát, hogy ebben a korban megerősödött a Szent Koronatan, vagy még ismertebb nevén a Szent Korona eszme, amelynek hagyományai a középkorban alakultak ki. Ez pótolta az addig még nem létező államelméletet. Vagyis a Szent Korona testének elméletében jött létre a király személyétől független magyar államiság fogalma, amelynek része volt a magyar királyság területe, és minden állampolgár, aki elfogadta a Szent Koronát. Az eszmerendszer hosszú időn keresztül Magyarország történelmi íratlan alkotmányának alapját képezte. Erre épült fel a magyar állam eszméje. Az első világháború után a Szent Koronatana segített ébren tartani Magyarország területi revíziós reményeit, ezért mind a legitimista erők, mind a szabad királyválasztást követelők gyakran és szívesen hivatkoztak rá. Az 1000 éves Magyarország megszűnése miatt lesz óriási jelentősége ennek a Szent Koronatannak, hiszen már akkor is, mikor 1921-ben egy kisebb rést sikerül ütni a trianoni békeszerződésen, mikor Sopron és környéke a népszavazás következtében visszakerül Magyarországhoz, már akkor is arról írnak, hogy a Szent Korona testéhez egy nagyon értékes kis darab tért vissza. Ez a retorika, ez különösen 1927 után válik egyre hangsúlyosabbá. Egy Olaszországgal kötött barátsági szerződés következtében már nemzetközi téren is lehet hangoztatni azt, hogy Magyarországnak a célja a revíziónak az elérése, azaz az elvesztett magyar területek egy részének vagy egészének visszaszerzése. 1938. november 2-án írták alá az első bécsi döntést, melynek köszönhetően a párizsi békerendszer által megcsonkított Magyarország elkönyvelhette első revíziós sikerét. A német és olasz külügyminiszterek határozata nyomán a felvidék magyar lakta területeinek túlnyomó része, mintegy 12.000 négyzetkilométer 1 millió lakossal, 20 év után végre visszatérhetett az anyaországhoz. 20 esztendő sötét éjszakája után megértük a magyar feltámadás hajnal hasadását. A határváltozást természetesen, pártállástól függetlenül, a politikai életben és a lakosság körében is kitörő lelkesedéssel fogadták, a visszatérő területek magyar lakossága pedig ugyancsak leírhatatlan örömmel köszöntötte a bevonuló honvéd alakulatokat. Kornis Gyula, a kiváló kultúrfilozófus, aki akkor a magyar képviselőháznak az elnöke, olyan szavakkal üdvözli ezt, hogy Szent István koronájához végre visszatértek ezek a területek.
1938 lelki szempontból is kiemelkedő év Magyarország számára. Ekkor tartották Budapesten a 34. eukarisztikus világkongresszust. Ez az év Szent István emlékév volt, ennek részeként megszervezték a Szent Korona első közszemléjét. Augusztus 15-e és 17-e között 10 000-ek járultak a nemzeti ereklye elé. Kárpátalja visszakerül 1939-ben, akkor Técsön, a községházán előkerül az a rejtegetett magyar címer, ami ékesítette ezt az épületet 1919-ig, és akkor nagy ünnepséggel visszaállítják, mondván, hogy hát a Szent Korona hatalma segített minket abban, hogy Kárpátalja visszatérjen. A bécsi döntésekért súlyos árat kellett fizetni. Magyarország elveszítette külpolitikai önállóságát és belesodródott a katasztrofális vereséggel végződő II. Világháborúba. A magyar nemzet számára 1944. március 19-e gyásznap. A német csapatok ekkor szállták meg az országot. Berlin olyan erős diplomáciai nyomás alá helyezte a magyar kormányt, melynek hatására szinte ellenállás nélkül vonultak be a német csapatok Magyarországra. Ez pedig egyet jelentett a függetlenség elvesztésével. A korona örök felelőssége is jelentősen megnőtt. Minden körülmények között meg kellett óvni a Szent Koronát. A valódi veszélyt nem is igazán a megszálló német alakulatok, hanem a nyilasok jelentették. Szálasi Ferenc, a nyilas vezető, megszállottan ragaszkodott a nemzeti erekéhez, éppen ezért nemzetvezetői esküjét is a Szent Korona előtt tette le. Fájó pontként kell megjegyeznem a koronaőrség életében, hogy közös nevezőre hozzák őket, illetve baráti társaságnak próbálták föltüntetni hosszú ideig a nyilas keresztes mozgalommal, annak okán, hogy egy híradó felvételen, ahol Szálasi leteszi az esküjét a várba, ott a koronaőrök állnak őrséget a Szent Korona mellett. Itt meg kell jegyeznem, hogy ők a feladatukat teljesítették. Tehát pártól függetlenül nekik az volt a feladatuk, hogy a Szent Koronát őrizzék. Éppen ezért az egység akkori parancsnoka, Pajtás Ernő ezredes, titokban elhatározta, hogy kimenekíti a szenterekét a budai várból. A nyilasok ezt tudták, és szerették volna pártszolgálatosokra lecserélni a koronaőrséget. De nagyon gyorsan közeledett a front, ezért menekülni kellett. A szovjet csapatok előretörése miatt a koronaőrség mind nyugatabbra keresett menedéket a Szent Koronának. A szovjet hadsereg ugye keletről érkezik, megjöttek a hírek, hogy milyen rablás, milyen pusztítás, milyen erőszak történt, és teljesen logikusan döntöttek arra, hogy menekülni kell. 1945. március 26-án Pajtás Ernő ezredes, a koronaőrség parancsnoka eligazításra hívta össze a koronaőrség tagjait, és kiadta a parancsot. Az esküjük és a törvényi rendelkezések ellenére március 27-én az esti órákban a Szent Koronával átlépik a magyar-osztrák határt. Nyugatról jött az amerikai hadsereg, keletről jött a szovjet hadsereg. Nem kellett hozzá nagy matematikusnak lenni, hogy pár nap múlva oda fog érni vagy ez, vagy az a csapat. A Szent Korona viszont olyan történelmi ereklye, ami egyenes irányban nem kerülhet ellenfél kézébe, hiszen lehetett volna egy olyan martalóz csapat, aki összetöri és aranynak eladja utána. Hát egy harci helyzetben nem lehet kontrollálni egy ilyen dolgot. Ezért javasolt a Pajtás ezredes a akkori kormánynak, hogy rejtsék el itt Madzéba. A Madzé fensíkon volt egyébként egy légvédelmi üteg, és voltak lövészárkok egymás mellett, ugye az üteg védelmére. És az egyik lövészárkot mélyítették le, és abba rejtették a Szent Koronát. Pajtás Ernő ezredes naplójába, amit 53-ban megtaláltak, az volt leírva, hogy elmentünk, és a két legmegbízhatóbb emberemmel elrejtettük. Madzénél ért bennünket a hír, hogy a front közeledik.
Éjszaka a két legmegbízhatóbb altisztemet magamhoz vettem. Felnyitottuk a sötétben a nagy ládát, és kivettük a szent koronát, a jogart és az ország almát. Behelyeztem őket egy kettévágott katonai benzines hordóba. Még gödröt ástunk, betettük a hordót és betemettük a helyet is, hogy az ásásnak semmi nyoma nem maradt. Csak a szent koronát, a jogart és az országalmát rejtették el. Az uralkodói kard a ládában maradt. Mikor elrejtették, földre rejtették, akkor a bizonyos tekintetben a koronőrök közel maradtak ahhoz a helyhez, ahol elrejtették, tehát a közeli faluba tartózkodtak. Egészen addig, amíg a megadás meg nem történt, a katonai értelemben megadás meg nem történt. Én biztos vagyok benne, hogy azért szemmel tartották a környéket. Mint katona mondom ezt, mert én is ezt csináltam volna akkor. Az amerikai különítmény 1945. május 6-án érkezett meg a koronaőrökért és a klenódiumokért Madzéba. A ládát Pajtás Ernő ezredes átadta az amerikaiaknak, de kulcsa nem volt hozzá. Másfél hónapon keresztül folytak a kihallgatások. 1945. július 24-én Gömbös Gyula fiától előkerültek a láda kulcsai. Amikor az amerikaiak végül felnyitották, rendkívül kínos meglepetésben volt részük. Ez azért volt kínos az amerikai hadsereg számára, mert ugye már régen kiment a nemzetközi hír, hogy amerikai kézre kerültek a magyar koronázási ékszerek, és aztán olyan két hónap múlva tudták meg, hogy mégsem. Amikor egyértelmű vált, hogy nincs más megoldás, megőrzésre át kell adni, és csak és kizárólag megőrzésre, és nem hadizsákmányként, akkor vette fel a kilétét, a helyét a Szent Koronának, és akkor ott állt úgy, mint megőrzésre átadott nemzeti erekét. A legenda szerint ugye Pajtásnak a fejéhez tartottak egy pisztolyt, hogy legyen szíves elárulni már, hogy hol van. És akkor mondta, hogy jó, akkor elmondja, és akkor állítólag egy amerikai katonával megszöktek egy dzsippel, és áthajtottak mindenféle ellenőrzési pontokon, még lőttek is rájuk, még napfelkelt előtt visszaértek az alatt, a 6-7 óra alatt. Ezt a kb. 450 kilométert megtenni szétlőtt utakon úgy, hogy az emberrel lőnek közben. Sötétben megkeressük a helyszínt, kiássuk, ez sehogy nem adódik össze. Úgyhogy valószínűleg inkább az a történet, hogy megfelelő engedélyekkel elmentek ők is, kiássák a koronázási ékszereket. A Szent Koronát az augsburgi gyűjtőtáborba szállították, itt kerültek vissza a klenódiumok a ládába. Ekkor készültek az első amerikai leírások és fényképek is. Éppen ott volt egy Jim Rorimer nevű amerikai muzeológus, aki egy olyan katonai egységnek volt a tagja, amelyik Európa műkincseiért felelt. Ez ember az egyik New York-i múzeumnak volt a középkorásza, és pontosan tudta, hogy mi a Szent Korona, úgyhogy abban a pillanatban szólt, hogy na itt megállunk, erre elkezdünk vigyázni. Elviszik Frankfurtba a Deutsche Banknak az egyik páncéltermébe, és így kezdődik a németországi kalandja a Szent Koronának. Közben Magyarországon politikai fordulat következett be. A szovjet csapatok irányításuk alá vonták az országot. Mikor az oroszok ide betették a lábukat, akkor úgy kezelték már, mint szovjet területet gazdaságilag és katonailag. És az igazság az, hogy az amerikaiaknak, bár szerették volna, de ebbe semmilyen beleszólásuk nem volt, hiszen az oroszoknak volt 12 millió katonáik fegyverben, az amerikaiaknak 3 millió, és azokat is hazavitték. A nyugatiaknak voltak olyan stratégiai, gazdasági érdekeltségeik, amelyek kellettek az oroszoknak, és ez egyik ilyen amerikai vállalatnak, a Maortnak a vezetőjét, Robert Vogelert letartóztatták. Bírósági állították és lecsukták. Az angol száz politikai tradíció az olyan, hogy akkor nagyon nagy baj van, hogyha egy külország megengedi magának, hogy az én állampolgárom letartóztassa, akkor aznak nagyon komoly következményei vannak. A rendkívül barátságtalan diplomáciai lépést követően Rákosiék Fugeler szabadon engedését számos feltételhez kötötték. Többek között követelték a Szabad Európa Rádió adásainak leállítását, de a követelések között szerepelt a korona visszaszolgáltatásának kérdése is. Gyakorlatilag ultimátumszerű üzeneteket cserélgetnek egymással. Ennek részeként a magyarok azt javasolják, vagy azt követelik,
hogy kapják vissza a Szent Koronát cserébe azért, hogy ezt a fogelet kiengedik. Innentől kezdve nincs miről tárgyalni, mert hogyha a túszokat szedünk és követeléseket támasztunk, úgy nem nagyon lehet diplomáciai kapcsolatokat működtetni. Ebben az időszakban nagyon megromlanak az amerikai-magyar kapcsolatok. Közben a Szent Korona őrzése egyre nehezebb feladatot jelentett az amerikaiak számára. Elsősorban a klenódiumok állag megóvása volt rendkívül sürgető feladat. Ebben az időszakban már gyakorlatilag Bonn közelében van egy amerikai pénzügyi lerakatban a Szent Korona, és aki érte felelős, az a Németország amerikai fő megbízottnak a helyettese. Ez az ember ránézett arra, hogy tárolják a palástot, és azonnal hazaért, hogy itt nagy baj van, mert felcsavarva tárolják egy olyan helyiségben, amiben elég magas a páratartalom, és forróvizes csővezetékek is vannak ott, amik, hogyha egyszer elrepednek vagy eltörnek, akkor nagy baj lesz. Az amerikai külügy megkereste a National Gallery of Artot, ami egy amerikai múzeum, de kormányintézmény is, és kérték őket, hogy ha elhoznák a palástot, akkor volnának el szívesek ezt restaurálni, és utána majd visszaszállítani Európába. Mondták, hogy ők ezt inkább nem, mert ehhez nem értenek. Mondták, hogy akkor ki ért ehhez? És mondták, hogy hát a szabadalmi hivatalban van egy ember, aki ilyen állagmegőrzési dolgokkal foglalkozik. Őt úgy hívták, hogy Gordon Klein. És mikor kérdezték tőle, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, mondta, hogy úgyis megy Németországba egy konferenciára megnézni. Ránézett arra, hogy hol őrzik a palástot, és azt mondta, hogy ezt itt nem tovább, és innentől a palástot elvitték abból a helyiségből, abból a pénzügyi lerakatból, ahol őrizgették. A koronaláda, a koronázás ékszerekkel viszont továbbra is ott maradt. Gordon Klein egy speciális fatokot készített, amelyben a palást szállíthatóvá vált. Később a fatokot alumíniumra cserélte, amit héliummal töltetett fel, így került biztonságba Szent István király palástja. Megkérdezték a Párizs és a londoni követséget, hogy tudnak-e fogadni ilyen konkrétan ki nem fejtett tartalmú csomagokat, mondták, hogy ők inkább nem, és akkor született meg a döntés, hogy akkor viszont viszik az Egyesült Államokba. Gyakorlatilag egy ilyen katonai kísérőlevéllel de facto becsempészték. Tehát személynek átadva a katonai kikötőben, és akkor onnan felpakolták egy teherautóra, és még egy rövid 800 mérföldes autókázás volt Fort Knoxig. A szabadságharc felrázta az amerikai közvéleményt. A szovjet csapatok bevonulása, a forradalom leverése a magyar menekültek tömegei, a kádári megtorlások híre mind azt üzenték az Egyesült Államoknak, Magyarországtól el kell zárkózni. 56 volt a végső bizonyíték annak, hogy nem képes a nyugati világ arra, hogy a szovjet külpolitikát, hatalmi politikát ebben a térségben bármilyen módon befolyásolja, és ez alapvetően én azt gondolom, hogy a nukleáris elrettentés politikájának volt az eredménye, vagyis aki itt be akar avatkozni, a szovjetek létfontosságú területén az egy harmadik világháborút, és ennek révén egy nukleáris háborút kockáztat. Ebből adódóan hosszú, több mint egy évtizedes, látszólagos csend következett a Szent Korona ügyében a két ország között. Elsősorban az ENSZ kérdés miatt természetesen, ugye, amelynek a fő motorja az, hogy a magyar kérdés az ENSZ napirendjén tartották, a fő motorja az Egyesült Államok kormánya volt. Ez a probléma megoldódott ugye nagyjából 1962-63-ra, azzal a kompromisszummal, hogy az USA ha beleegyezett abba, hogy levegyék a magyar kérdést az ENSZ napirendjéről, cserébe pedig Magyarországon általános amnestiát hirdettek, amelynek keretében az 56 miatt elítéltetnek a legnagyobb részét kiengedték a börtönökből. És hát innen indulhattak meg tulajdonképpen azok a folyamatok, amik a helyzet normalizálását okozhatták és okozták is végül, de azért nem ment gyorsan. Más volt a helyzet a közgondolkodásban. Sorra születtek a legendák a Szent Korona őrzési helyét illetően. Nem tudták, hogy hol van a Szent Korona, és aki mást mond, az valószínűleg téved. Erre a legjobb bizonyítékunk az, hogy 65-ben egy műkincsrabló banda megpróbált elrabolni a Szent Koronát a Vatikánból.
mert nem tudták, hogy ott egy másolat van. Ki is rabolták a megfelelő helyet, csak utána jöttek rá, hogy ez bizony egy másolat. Az amerikai sajtóban pedig valamelyik floridai labba egyszer a 70-es éve, 73 körül jelent meg egy cikk, amelyik említi Fort Knoxot. De nem, abszolút nem volt a köztudatban, hogy hol van a Szent Korona, sőt, rengeteg találgatás volt. A magyar külügyegy ízben összegyűjtögette ezeket, és volt ebbe ilyen, hogy a Dunába van elásva. 56-ban egy Wolf nevű SS-tiszt magával vitte Magyarországon, mert 56-ban csapatokba szaladgáltak az SS-tisztek Magyarországon. Tehát rengeteg ilyen őrült elmélet volt, ami mind azt bizonyítja, hogy nem igazán tudtuk, hogy hol van a Szent Korona. Az új amerikai külpolitika, ami szép lassan bontakozott ki, ugye a 60-as évek elejére kikristályosodott, hogy nem elszigetelni kell ezeket az országokat, mert ez nem vezet eredményre, hanem sokkal inkább kapcsolatokat kell velük építeni. Elsősorban gazdasági és kulturális kapcsolatokat, humanitárius kapcsolatokat. És ettől azt várták, hogy megváltoznak, liberalizálódnak ezek a politikai rendszerek. Ráadásul ez volt az az időszak, amikor a keleti blokk országaiban egyre jobban erősödött a gazdasági modernizálás iránti igény. Az érintett országok vezetőiben megfogalmazódott a döntő felismerés, miszerint a Szovjetuniótól mindössze nyersanyagra számíthatnak, de technológiára semmiképp. Ez pedig a teljes ipari leszakadáshoz vezetett volna. Rádöbbentek arra, hogy a Szovjetuniótól lényegében csak nyersanyagot és energiaforrásokat kaphatnak, és azt kapnak is, és annak nagyon örültek is, de azt, ami az akkori világ fejlődéséhez már nagyon hozzátartozott, tehát a know-how, a technológiai fejlődés, abban már nem számíthatnak a Szovjetunióra. Épp ezért a keleti blokk vezetői a szovjetek akarata ellenére szinte titokban elkezdtek nyitni a nyugat felé. Nem csak Magyarországon volt így, a többi ország ugyanezt csinálta, de senki se verte nagy dobra igazából, mert ugye ezt valahogy takarásban kellett csinálni, hogy a szovjetek ugyan tudnak róla, hiszen nem lehetett csinálni, hogy a szovjetek tudomása nélkül legyenek ezek a dolgok, de azért nem nagyon tűnjön fel nekik. A nyitás politikája miatt már potenciális piacként is érdekessé vált Magyarország. Épp ezért a 70-es évek elején elkezdődtek az érdemi kapcsolatépítések. Nixon kormányra lépésével megindul egy érdemi párbeszéd Budapest és Washington között, azonosítanak négy olyan kérdést, amiben mind a ketten tárgyalni akarnak, ami azért komoly előrelépés a korábbiakhoz képest. Magyarországon pedig a magyar külügyben beindul egy olyan vonal, hogy keresnek olyan embereket, akik szalonképesek angolul. Ez szintén sokat segít, hogyha amerikaiakkal tárgyal az ember. Sikerül megállapodni Mindszentiről. A magyar feltétel az volt, hogy szilenciumot vállalt, tehát nem beszél nyilvánosan a magyar politikai helyzetről, az amerikai pedig az volt, hogy elengedik a határig, nem tartóztatják le, nem állítják bíróság el, és oda mehet, amerre akar, csak Magyarországra nem jöhet vissza. Csak 71. szeptember 15-én a Mindszenti elmegy Magyarországról, utána jön egy vagyonjogi megállapodás, ugye ez is egy akadály volt, hiszen a 47 után államosított amerikai tulajdonok után a magyar állam hajlandó volt egy szimbolikus kárpótlást fizetni az Egyesült Államoknak. Itt igazából arról volt szó, hogy elismerjék, hogy ez egy törvénytelen lépés volt külállamnak a tulajdonait kártérítés nélkül államosítani. Ezt követően ugye születik egy megállapodás a legnagyobb kedvezmény elvéről, amit a kádérék borzasztóan akartak, pontosan azért, hogy pénzt kapjanak a gazdaság modernizálására, és hogy lehessen valamiből finanszírozni a magyarországi szociális ellátórendszert, és szubvencionálni a cukrot, meg a tejet, meg a banánt. És ebben a légkörben válik aztán lehetővé, hogy a korona felmerüljön. Tehát a korona és a legnagyobb kedvezmény elve az úgy kéz a kézben fut. Lényegében állandóan a napirenden volt a kérdés, abban az értelemben, hogy amit el kell érnünk. Tehát a magyar-amerikai viszonynak mondjuk a magyarországi dokumentációját, ha nézzük, ugye, akkor ott egy állandóan napirenden lévő dolog volt, hogy előbb-utóbb ezt el kell érni. És ezt azért ez a kereskedelmi, ez a pénzügyi megállapodás jelenti ezt a fordulópontot. Onnantól beindultak a dolgok. Hát előtte már egy évvel az amerikai külügyminiszter 72-ben Magyarországon látogatott, ez már egy óriási áttörésnek számított. Hát ugye addig az, hogy amerikai külügyminiszter Magyarországon.
se merülhetett, ugye. Most viszont tényleg valóságá vált. Tehát innentől már, hát ha nem is roham léptek el, de azért nagyon jelentősen fölgyorsultak az események. A gazdasági és politikai közeledéssel együtt pedig újra előkerült a Szent Korona visszaadásának a kérdése is az Egyesült Államokban. A Helsinki zárókmány aláírása 1975. augusztusában, ami tovább lendítette ezt a dolgot igazából. Onnantól már mindkét félnek volt már jogalapja is, már papírja volt róla, ahogy mondani szoktuk, papírja volt róla, hogy nekünk most már muszáj együttműködni keletnek és nyugatnak, legyen az kis állam, nagy állam, azt vállaltuk, hogy ott van a zárókmányban leírva majdnem 100 oldalban, ez egy hatalmas dokumentum, ami mind erre lényegében hát ösztökéli a világnak a mind a két felét, a kelet és a nyugati partnereket is, és ebben a dologban lényegében a korona ügye is hát itt jelent meg, hogy volt egy olyan dolog, amit egyik oldalról lehetett kérni, mint egy szimbolikus dolgot, hát nem kerül ez nektek semmibe, úgyse tudjátok eladni a fekete piacon. Nekünk meg milyen jó lenne, hogy meg tudnánk mutatni, hogy na, visszaszereztük a koronát, ugye, mindenki jól jár. Valamelyik baráti keleti parti lap, Washington Post, New York Times lehoz egy cikket, hogy nem sokára visszaadják a Szent Koronát, olyan szépen alakulnak az amerikai-magyar kapcsolatok. Ekkora politikailag aktív emigráció elkezd tiltakozni, ne hülyeskedjünk már, az a Kádárnak ne adjuk ma a koronát. Beindul az aláírásgyűjtés, leveleket írnak a saját képviselőiknek, szenátoraiknak, akik mennek a Fehér Házhoz, és mondják, hogy fiú, megint választás év van, ne hülyéskedjetek, már kellenek a kelet-európai szavazók. A Fehér Ház pedig kiadja a cáfolatot, hogy nekünk ez eszünkbe se jutott. Ezzel azonban az a probléma, hogy ahányszor ez megjelenik a sajtóban találgatásként, ezt annyiszor végigjátszották. A 77-ben ez azért fordul meg, mert Jimmy Carter elnökként úgy megy a Fehérházba, hogy vissza akarja adni a Szent Koronát. A Szent Korona iránti érdeklődés akkor indult meg, mikor a Carter adminisztráció elhatározta, hogy visszaküldi a Szent Koronát Magyarországra. Úgy érezte, hogy szimbolikusan fontos dolog lesz a magyar fiatalság számára. Úgy érezte, hogy a Magyarország megérdemli azt, hogy tekintettel arra, hogy itt nem volt vallásüldözés, hogy itt a kisebbségeket eltűrték, ennek fényében megérdemelte Magyarország ezt a gesztust. Voltak, akik azt mondták, hogy addig ne menjünk, ne adják vissza a koronát, amíg szovjet megszállás alatt van Magyarország, részben azért, mert félő volt, hogy egyszerűen tovább viszik keletre, másrészt pedig egy elismerése lett volna, legalizálta volna a szovjet megszállást. A többség annyira keményen kommunista ellenes felfogású volt, és nem nagyon akarta észrevenni, hogy itt azért a kommunizmus sem már egészen olyan, mint az ő emlékükbe. Úgyhogy keményen ellenezte azt a gondolatot, hogy bármit is visszaadjanak. Voltak tüntetések, utcai tüntetések az ENSZ épülete előtt. Ennek volt veszélye olyan értelemben, hogy tudva volt, hogy kommunista titkos ügynökök is jelen lesznek, és filmet készítenek a tüntetőkről, és mindenkit azonosítanak. A
amikor Carterék elkezdték a Szent Korona visszaszolgáltatását előkészíteni, akkor megkérdeztek számos egyetemi embert az Egyesült Államokban, keleti parton, középnyugaton, nyugati parton is. És általában úgy vált szét, hogy akik az egyetemi szférában dolgoztak, Deák Pista, John Lukács, Gáti, Várdi Béla, ők mindegy szálig azt mondták, hogy a Szent Koronát haza kell adni, mert sokkal jobb helyen van Magyarországon. Ez magyar kincs, magyar emlék, magyar történelem, ez Magyarországra tartozik, és nem pedig Amerikának a pincéjébe. A magyarságnak ez a szimbóluma, ami összetart bennünket, jól vagy rosszul, most ilyen körülmények között fogja összetartani a magyarságot. Amikor megkezdődött a kongresszusi előkészítés, tehát elkezdték a kongresszus tagjait tájékoztatni, akkor minden bizony egy ohiói republikánus képviselőasszony rendkívül elegánsan a november 4-i sajtónak szivárogtatta ki a hírt, hogy hivatalosan is tájékoztatták őket arról, hogy visszaadják a Szent Koronát. Köthető Kádárhoz is, meg Szálasihoz is ez a dátum, tehát ez egy igazi PR nightmare volt, vagy rémálom volt a Fehérház számára. Ki is küldik rögtön a sajtószóvivőket, hogy akkor legyenek szívesek elmagyarázni, hogy Magyarország mennyit szépült az előző egy évhez képest, amikor még az volt a hivatalos álláspont, hogy hát azért javuljanak már a kapcsolatok, meg Magyarország lépjen már elő emberi jogi, meg egyéb kérdésekben, és most hirtelen egy évvel később el kellett magyarázni, hogy ez megtörtént. Itt volt gyakorlatilag egy ilyen közös PR kampány Magyarország szalonképessé tételére. A hazahozatalt ellenzők megjelent 30 szervezet képviselője, és ugyanannyi ideig volt beszélni, mint a kormány által oda küldött 5 embernek. Ez egy rendkívül rossz hangulatú kongresszusi meghallgatás volt, itt viszont Király Béla és Nagy Ferenc egyértelműen kiállt a visszaszolgáltatás mellett, és azt mondták, hogy azért kell hazaküldeni a Szent Koronát, mert ha a Szent Korona hazakerül, akkor arról fognak beszélni, és nem a hagyományos magyar-román meg magyar-csehszlovák történelmi barátságról, hanem elindul a diskurzus a magyar nemzeti történelemről. 1977 őszén megszületett az amerikai kormány részéről a döntés. A Szent Koronát visszaadják Magyarországnak. Ezzel a döntéssel elkezdődött a diplomáciai előkészítés hosszú folyamata is. Ez is a keleti blokk politikájának a befolyásolásának egyik eszköze volt, hiszen ugye ilyen típusú, ekkora nagyságrendű szimbolikus gesztus más országokkal szemben nem tettek, mert nem volt rá szükség, ugye, de Magyarországon valóban megtették, és hát ez egy nagyon lényeges dolog volt. A tárgyalási folyamat nem volt teljesen felhőtlen. Az amerikai fél számos olyan kérést fogalmazott meg, amely meglehetősen kényelmetlen volt Kádárék számára. Ebben kiemelt szerepe volt Brzezinskinek, egy lengyel származású amerikai politológusnak, Jimmy Carter nemzetbiztonsági főtanácsadójának. Mai szóhasználattal éve Brzezinski azért eléggé megtrollkodta a magyar külügyet. Azokat, akiket Brzezinski bevont a történetbe, azokat a magyar külügyi narratíva kifelejtette belőle. Tehát a történet számos főszereplőjét szabályszerűen kihazudták a Szent Korona hazatéréséből.
a Szent Koronát hazakísérők között számos olyan amerikai magyar volt, akiket korábban kiutasítottak az országból. Aki tolmácsolt Vance-nek, a Tóth család egy emigráns 56-os diákszervezet tagja volt, és emiatt tiltó névjegyzéken volt, ami azt jelentette, hogy csak különbeli minisztériumi engedéllyel utazhatott be. Deák Pistát 73-ban kiutasították, mondva csinált okokkal, 73 végén Magyarországról 5 évre. Öt konkrétan Brzezinski kérte, hogy vegyék be a delegációba. Takács Jóska, az Amerika hangja, magyar osztályának a vezetője volt, hát szintén ugyanezen a listán szerepelt. Számos ilyen történet volt. Konkrét amerikai kérés volt, hogy Magyarország adjon garanciát arra, hogy nem viszik a Szovjetunióba a Szent Koronát, ami nyilván szóba nem került volna, de egy kicsit ilyen hadfájon típusú kérés volt. Tehát rengeteg ilyen dolgot rájuk, tulajdonképpen rájuk kényszerítettek. Ilyen volt például az is, hogy engedjék be a Szabad Európa Rádió tudósítóját Magyarországra. Tom Bodin, aki a repülővel jött, amelyik a Szent Koronát hozta, ő volt az első szertudósító, akit hivatalosan beengedtek Magyarországra. A magyar korona külföldi hányattatásának története ma véget ér. Az évezredes kincs, amely első királyunk nevéhez fűződik, végleg visszakerül jogos tulajdonosához, a magyar néphez. Az amerikai diplomácia az átadási ünnepséggel kapcsolatosan is megfogalmazott egy nagyon jelentős feltételt. Kádár János nem vehet részt a ceremónián a parlamentben. Erre a hivatalos magyar külügyi álláspont az volt, hogy Kádár elvtárs nem is akart volna ott lenni. Ezt azért nehéz elképzelni, arról is elfelejtettek beszámolni, hogy a parlamenten csak magyar zászló volt, és nem volt szovjet vörös zászló. Eljátszották az amerikai himnuszt, hogy 2 óra csúszással láttuk élőben az átadási ünnepséget. 1978. január 6-a. A parlament főbejáratához már érkeznek a vendégek, akik meghívást kaptak az ünnepségre. Az Országház kupolacsarnokában bíbor színű bársonnyal bevont emelvényeken állították ki a magyar koronát, a jogart, a kardot, az országalmát és a palástot. 3:44-kor ünnepélyes, díszes őrségváltás zajlott le nemzeti erekjeink előtt. Pontosan 4 órakor lépett a terembe Apró Antal és Cyrus Vance vezetésével a két ország delegációja. Egy generáció ült le úgy a tévé elé este 6-tól, hogy megnézi élőben az átadási ceremóniát, ami azonban 4 órakor volt. Ennek meg az volt az oka, hogy Vance beszédében volt egy utalás Bentholz tábornokra. Volt egy ilyen áttekintő rész az amerikai-magyar kapcsolatok alakulása, és az a híres 19-es történet, ugye, a román megszállás idején megvédi a Nemzeti Múzeum kincseit a fosztogató román katonáktól. Ami azért volt probléma, mert a baráti magyar-román kapcsolatok éppen Ceausescu 60. születésnapjára készültek, 78. januárjában, és úgy érezték, hogy nem ilyen ajándékot szeretnének átadni Ceausescu elvtársnak, ezért a magyar külügy foggal körömmel tiltakozott ez ellen, a mondat ellen. És mivel még amikor 5-én Párizsból áttelekszelték Vance beszédét, még abban a változatban is benne volt ez a mondat, ezért döntöttek valószínűleg úgy, hogy akkor csúsztatott élő közvetítést látunk, végül Vance ezt a mondatot kihagyta a szövegből. Tehát ez egy pont, ahol látjuk, hogy az amerikaiak is engedtek bármiben is. 1944-ben, ahogy a harcok egyre nyugatabbra folytak Magyarországon, a korona őrei István koronáját a korona ékszerekkel együtt Budapestről, ahol azokat hagyományosan őrizték, a Dunántúlra vitték. 1945. márciusában az ékszereket a korona őrség Ausztriába szállította. A háború befejezésekor ezeket az amerikai hadsereg alakulatainak adta át megőrzés céljából. Mi ezt a felelősséget annak tudatában vállaltuk el, hogy a korona a magyar nép tulajdona. Ennek a történelmi és vallási kincsnek, amely központi szerepet játszik a nemzet közel 1000 éves történetében, Magyarországon a helye, ahol az ország népe tisztelettel adózhat neki. A korona visszatérése tükrözi a jobb viszonyok alakulását népeink és kormányaink között. Úgy hiszem, hogy ez akkor a maga nemében páratlan esemény volt. Szent István koronája egész rendkívüli esetnek számított.
Mind a korona ékszerek, mind maga a korona olyan különleges jelentőséggel bír Magyarország és a magyar nép számára, hogy ez jelentősen megkülönböztette ezt az ügyet a többi kelettel kapcsolatos lépésünktől. A megállapodás az volt, hogy néptől a nép, meg tehát nem az amerikai kormány adja vissza a magyar kormánynak, hanem az amerikai nép képviseletében egy delegáció számos magyar taggal, akiket elfelejtettek mutogatni a tévében a korábban említett okokból. Magyar részű meg akkor nyilván az országgyűlés elnöke. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magyar nép, a Magyar Népköztársaság országgyűlése és más vezető testületei nevében átvertem Szent István koronáját és a koronázási ékszereket, népünk e felbecsülhetetlen értékű nemzeti ereké. Az amerikai magyar emigráció ezt gyakorlatilag súlyos vereségként éli meg. Torontói magyar élettől az új látóhatárig mindenki úgy érzi. A Borbándi Gyula bácsi is azt írta, hogy azért ez valamilyen szinten elárulása Magyarországnak. Végül Habsburg Otto nyugtatja meg a kedélyeket, aki azt írja, hogy hát végül is ezzel már nincs mit tenni, a legjobbat kell kihozni belőle. Gyakorlatilag drukkolnunk kell, hogy Király Bélának meg Nagy Ferencnek igaza legyen, és tényleg megindítsa valamilyen szinten a kommunista rendszer erózióját. Korona visszadását kétféleképpen is lehet olvasni, mint nagyon sok mindent a történelemben. Úgy is lehet olvasni, hogy ez megtámogatta a Kádár érát, és úgy is lehet olvasni, hogy ez egy pici reményt adott a magyar lakosságnak ahhoz, hogy egyszer majd eljön a felszabadulás napja. Valójában, aki ismeri az erre vonatkozó amerikai iratokat, az azzal is tisztában van, hogy a 70-es évek végére akárcsak a nyugat-európaiak, a többi NATO szövetséges ország, az amerikaiak de facto elismerték, hogy a szovjet birodalom itt lesz az idők végezetéig, hiszen semmit nem tudunk vele kezdeni. Kádár is, Nagy János is, Esztergályos is a Horthy rendszerben szocializálódtak. Ők a Szent Korona tannal nőttek fel. Hiába tagadja ezt később a kommunista diktatúra, meg teremt alternatív magyar történelmi narratívákat, ők ezzel nőttek fel. Tehát ebben szocializálódtak. Tehát ők akarták, hogy a Szent Korona itthon legyen. Ez azért is érdekes, mert mutatja, hogy mennyire biztonságban érezték magukat. Az, hogy bevállalják azt, hogy a Szent Korona hazakerül, ezt kiállítják nyilvánosan, ez azt jelentette, hogy úgy érezték, hogy a kommunista rendszer teljesen stabil és kikezdhetetlen. Ugyan minden magyar azt gondolja, hogy Amerikában volt legtovább a korona külföldön, ez nem így van. A 16. században 57 évig tartózkodott külföldön, először Bécsben, majd Prágában, de a második helyet az amerikai távollét foglalja el. Különleges azért is az utolsó hazatérés, mert nem az eredeti helyére tér vissza. Ilyen korábban is előfordult, 1608-ban sem Visegrádra, a késő középkori őrzési helyre, hanem Pozsonyba tért haza, vagy 1790-ben sem Pozsonyba, hanem Budára, és 1978-ban ugye elvileg a budai királyi várba kellett volna hazatérnie, de ugye már nem volt magyar királyság, és az amerikaiak kikötötték, hogy a Pesti Nemzeti Múzeumba kell elhelyezni. Az átadási ünnepség után a koronát és az ékszereket a Nemzeti Múzeumba szállították, ahol az első emeleti díszteremben állandó végleges helyükre kiállították őket. Az első két évben 1 millióan látogatják a kiállítást, mert milyen teljesen őrült számok vannak.
Ha csak a történetírást nézzük, Györfi György nagy könyvet ír a Szent Istvánról és Szent István király szerepéről, jelentőségéről. Megjelenik a Bertényi Iván féle koronatörténet. 3 év múlva kész az István a király, és ugye az a Vikidál meg Nagy Feró énekel benne, akiket azért korábban a mobilban annyira a rendszer nem szerette. Szent Istvánról újra lehetett beszélni egy kommunista országban. Ugye 1978-ban vagyunk, én még gyerekként ülök egy kis veszprémi általános iskolába, ahol szovjet csapatok vannak a lakótelepünk szomszédjában, de mégis 78. januárjától mindenki beszélhetett egy szent tárgyról, egy kommunista országban, egy szent magyar királyról, egy államalapítóról, egy kommunista országban. Nagyon megváltozott a mese Szent Korona hazatérését követően. Nem hiszem, hogy erre Káderék így föl voltak készülve. Olyan dolgok történtek Magyarországon 78 után, amik előtt elképzelhetetlenek voltak. És ezt a Szent Korona hazatérése váltotta ki. Nagyon nagy fordulatot jelentett az emberek közgondolkodásában. Talán úgy is lehet röviden fogalmazni, hogy szimbolikusan az emberek tudatában előkészítette, egyfajta módon előkészítette a rendszerváltást. 1989-ben elkezdődött a rendszerváltás. 1991 az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. 1999 Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. 2000-ben pedig az államalapítás 1000 éves évfordulója alkalmából Magyarországon méltó helyére került a Szent Korona, a Nemzeti Múzeumból az Országgyűlés oltalma alá. 2004. Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. 2010. 66 évnyi szünet után újjászervezték a koronaőrséget a Magyar Szent Koronának és a koronázási jelvényeknek őrzésére felállított önálló katonai alakulatot. Köztársaság elnök úr, Kunszabó István koronőr ezredes, Nemzeti Honvéd Tisztségség, Honvéd Koronőrség parancsnoka jelentem, Szent Koronőrzését átvettem. Én az idők folyamán úgy éltem meg, hogy talán lehet, hogy kölcsönösen egymást választottuk a koronával, a korona választatott engem, én meg őt, mind a kettő közel játszhatott, de egy hatalmas megtiszteltetés volt. Számomra a 2010 végén derült ki, hogy egy ilyen magasztos, nagyszerű feladatban vehetek részt. 2010 decemberében részt vettem a Szent Korona Tanács ülésén, ahol bemutatásra került az én személyem, és a Honvédelmi Minisztérium javaslatára azt a feladatot kaptam, hogy 66 év után szervezzem meg, építsem újjá a koronőrséget, képezzem ki, és készüljem fel arra a feladatra, hogy a Magyar Honvédség kötelékén belül a Szent Korona őrzését honvéd katonák, honvéd tisztek és altisztek tudják a következő időben végrehajtani. Ünnepélyesen esküszöm, hogy a Magyarország alkotmányos állami folytonosságát megtestesítő Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytől megóvom és álhatatosan őrzöm. Illetéktelen kézrejutását életem árán is megakadályozom. Isten engem úgy segéljen! Így a Szent Koronát nap mint nap különlegesen képzett, jól felkészített katonák őrzik, úgy, ahogyan évszázadokon keresztül tették elődeik is. Óvják a magyar nemzet legdrágább és legféltettebb erekjéjét. Szavatolják annak biztonságát, így oltalmazva Szent István örökségét, a Magyarországot, a magyar nemzetet jelképező Szent Koronát. Őseink hite az, ami megtölti tartalommal az nemzeti erekénket. A jövőre nézve a bizalom, mint ahogy a múltban ott van a bizalom, meg kell, hogy legyen. Ha megőrizzük a Szent Koronánkat, a Szent Korona is megőriz minket.